Walking along this wide and open road, out in the pouring rain. Now that I think of you, the sun shines through, puts a smile on my face. Baby, we don't need to run away. Forever we are gonna stay. I believe no matter what they say. És az egész alapötlet onnan indult, hogy szerettem volna egy olyan helyet teremteni, ahol akár egy közösségi találkozópont, be lehet jönni, beszélgetni, ruhát próbálni, ha esetleg valaki szeretne egy szép hajat, vagy egy sminket elkészíteni, átváltoztatós, fotókiállítás, akár képzőművészeti kiállítás. Tehát mindenből egy picit szeretnék majd a későbbiekben megmutatni, és az volt ugye ennek a megvalósításának a módja, hogy egy úgymond szalon, de showroom, multibrand showroom jelleggel kialakítani az egészet, és azért is választottam ennyire nagy helységet, lakást a szalon részére, hogy legyen hely. Tehát az egyik, a nagyobbik szoba, az lesz a szalon, pontosan a stúdió, a showroom rész, ahol a különböző tervezők bemutathatják egy-egy ruhasztenderen, vagy ugye displayen a saját munkáikat. Legyen az akár az Erika ékszernek például a gyöngy ékszerei, vagy legyen az másik divattervező, esetleg későbbiekben táska, cipő. Tehát én szeretnék nekik is. Tudom, azt emlékszem, hogy amikor én kezdtem, mennyire nehéz volt, és még a mai napig is tudom, hogy nagyon nehéz bekerülni egy ilyen helyre. Nagyon kemény feltételek vannak. Én viszont nem szeretném ezt. Ha valaki tehetséges, akkor annak igenis meg kell adni a lehetőséget. Én is tudom, hogy nagyon sokszor az emberek jó indulatától fügtem, hogy egyetlen beinduljon a karrierem. Ugye a másik rész viszont megmaradt a kisebbik szoba a saját ruháimnak, ahol egy próba fülkével, egy kis spanyol fallal itt elhelyezni ugye magát a próba, a méretes szabóság részt, és ezáltal itt van egy ilyen kis saját szigetem, ahova a saját vendégeimet tudom fogadni. Természetesen, hogyha más tervező is szeretne magánvendéget fogadni, akkor az ő részükre is nyitva áll, de ez az én kis külön szentélyem, és a másik, a nagyobbik stúdió pedig maga a multibrand store. Későbbiekben egyébként azért is oldottam meg úgy, hogy a ruhasztenderek nem fixen installálva vannak a falra, hanem mozgathatóak, hogy amikor van esetleg egy szalon bemutató, esetleg egy akár fotókiállítás például, akkor egész nyugodtan csak át lehet hozni a ruhasztendereket és a berendezési tárgyak, a display hasonló, és azt az egész, ugye több mint 30 négyzetméteres teret lehet használni erre a célra. Úgyhogy ezért próbáltam így kicsit olyan Mátyás királyosan megoldani. Ez a cél. De ha jól tudom, a ruhákat nem csak megnézni lehet, hanem megvásárolni is, igaz ez? Igen, valóban így van. Én egyébként a ruháimat, ugye mintadarabokat készítek egyenlőre, divatbemutatókon, fotózásokon szoktam ugye ezeket használni, viszont méretes szabóság lévén, hogyha bejön hozzám egy vendég, akkor az ő részére a stílusának, alkatának megfelelően elkészítek egy-egy ruhát. És ugye ez a cél, hogy megnézheti, ötletet kap, ez tetszik, ez egy kicsit merész, de ha ez a felső és ezzel az alsó résztel, akkor ez tetszene, és azért gondoltam, hogy azért jó, hogyha ki vannak állítva ezek a ruhák is. És mennyi ideig készült, nem csak a terv, hanem az egész, hogy megvalósult, hogy a szalon meg tudod nyitni? Évek óta készülök erre, viszont maga a lehetőség kb. 2 hónappal ezelőtt nyílt, és nagyon-nagyon gyorsan kellett lépnem. Úgyhogy ez egy kicsit kapkodva, de azt mondom, hogy átgondolt döntés volt, mert régóta szerettem volna, lehetőség adódott, és hirtelen és azonnal, úgyhogy nagyon-nagyon sokszor arra gondoltam, hogy talán túlvállaltam egy picit magam, tehát ahogy láttátok is, hogy még a mai nap az utolsó percben is csavarúzóval a kezemben rohangáltam, de úgy érzem, hogy megéri hosszú távon, és muszáj. Még nem a 100%-os kialakítást láthatjátok, tehát ez még azért bővülni fog, csinosodik, sok minden változni fog, de az alapkoncepció az meg fog maradni. Új kollekcióval mikor készülsz?
ha alszom egyet, és utána esküszöm. A tavaszi nyári kollekciót egyébként már a maga pre-collection az elkészült, az belett fotózva, viszont még a mai napig nem tudtam feltenni. De ígérem, most erőt veszek magamon, és be lesz fotózva az is, és elkészül, ugyanis folyamatosan gyártam őket, azért most az elmúlt 2-3 hétben egy kicsit megcsúsztam, de készülnek. Március 8-án lesz a Dauerben egy bemutatóm, és március 14-én a Buddha Bárban, arra is nagyon, nagyon készülök, és talán ott már akkor találkozhat is az új kollekcióval.